adásunk végére szintén sztár meghívottat hívtunk. A 4-es Street együttes frontemberét, Alinni Kucát köszöntöm. Az együttesről annyit tudunk, hogy 2018-ban alakult Gyergyó Szentmiklóson, ma itt vannak Kolozsváron. Szervusz! Sziasztok, sziasztok! És itt van velük Fülöp Lóránd is, jól mondom, ugye? Igen. Na, én a 4-es Streetről annyit tudok, nagyon sokan meg akarják hallgatni őket. Megmondom őszintén, nem ismerem az együttest, de ma Kolozsváron legalább 4-5 barátomtól hallottam, hogy muszáj elmenni erre a koncertre. Miért? Hát igazából hálások vagyunk, hogy ezeket mondják. Hát szerintem szeretik a dalainkat, és minél inkább őszintén próbáljuk előadni őket, amikor írjuk, és őket, amikor előadjuk színpadon. Úgyhogy szerintem tudnak azonosulni a dalainkkal, ez a legfontosabb dolog, és ennek nagyon örülünk. Milyen műfajt játszottok? Igazából szerintem indie pop rockba sorolható, hallgatható minden korosztálynak. Milyen volt a nyaratok? Mennyit léptetek fel eddig? Nagyon-nagyon zsúfolt nyarunk volt, múlt héten is, a héten is, jövő héten is, minden héten 5 koncertünk volt, de igazából egész nyáron ez történt. Ennek is nagyon hálásak vagyunk, gyarapodott a közönségünk is, akárhová ellátogatunk, akár itt Erdélybe, akár Anyországba, éreztük, hogy a tavalyi évekhez képest nőtt a közönségünk, és tényleg szerintem ez a legfontosabb, hogyha a közönségét tudunk építeni, és nekik tudunk játszani. Hát akkor valamit csak tudtok, hogyha 4 év alatt ilyen erőteljesen berobbantatok. Milyen általában a közönség viszonyulása? Hát hála Istennek egy növekvő tendenciát látunk az elmúlt 4 évben. Legutóbb 2019-ben voltunk itt, akkor itt a Farkas utcában egy másik színpadon. Nagyon jó érzés ide visszatérni, tényleg koncertre koncertre azt tapasztaljuk, hogy egyre többen vannak és egyre többen éneklik a dalainkat is. Milyen a zenekari élet? Egy kis kulisszatitkot árulj el. Hogyan próbáltok? Milyen az életetek? Hát most... Otthon éltek ti Gyergyó Szentmiklóson? Igen. Tehát a főadiszállás az otthon van. A próbák azok most pont ilyenkor nincsenek, mert szezonban általában koncertezünk. Ezen a héten is 5 koncertünk van, úgyhogy a próbaidőszak az inkább ősszel, meg télen van, amikor felkészülünk a következő szezonra, de nagyon szeretjük ezt csinálni, úgyhogy tényleg jó. Hát hajrá! Mit hoztatok ma nekünk Kolozsvára? Egy igazán érdekes és interaktív műsort, a legjobb dalaink közül válogattunk, egy egyórás műsort fogunk képviselni, és szerintem lesznek meglepetések. Elővettünk egy pár régi dalt az első lemezről, úgyhogy tartogatunk meglepetéseket a közönségnek. Hány órától? 8 órától, Bánfi udvar. 8 órától, Bánfi udvar, 4-es street, gyertek, mert megéri. Higgyétek el nekem. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Marci is itt volt. Én is megjöttem közben, igen. Hallottam, hogy mondtad, hogy bevallod őszintén, hogy nem nagyon ismered az együttes, gondoltam, akkor ide jövök segíteni, mert én nagyon-nagyon ismerem az együttes. Ja, és nem vettem és észre, hogy megjelentél. De azért jókat dalokat. Kérdeztem, Marci. Azért nem égtem nagyon, ugye? Hogyan? Jókat kérdeztem? Jó, nagyon, meg jó, vagy nagyon, jókat, nagyon jókat kérdeztél, és el fogunk jönni a koncertre. Kérdezz meg gyorsan, hogyha van idő, azt is, amit te szerettél volna. Hát igazából nekem nincs is kérdésem hozzátok, mert hogy minden megvan a dalaitokban. Itt leszünk mindenképpen. Látom, nagyon-nagyon igénybe vett a nyár. Koncert utáni baleset. Koncert utáni baleset. Jó, hát a srácokat megtekintetik a Bánfi udvarban egyébként ma este, mint hallották. 4-es street, ugye? Mindenkinek elmondom, hogy 4-es street, nem Forest Street, mint szokták mondani. Úgy is emlegetik. Igen, Forest Street is szokták mondani. Egyébként azt hiszem a rádióban még én is egyszer így mondtam még az elején, amikor még nem találkoztunk, talán Tóra Szent Lászlón először. Igen. És akkor mondtátok, hogy ez a neve az együttesnek egyébként. Alinról azt hiszem nagyon sokan tudják, ugye, hogy román anyanyelvű vagy, igen. De hát úgy énekel magyarul, hogy senki meg nem mondaná, hogy Alin nem magyar. Nos, azt hiszem, hogy a részünkről ennyi. Igen, hát lassan búcsúzunk, mert itt kell hangolni, kell készülni a koncertekre.